Sziasztok, srácok! Elérkeztünk a karácsonyi különkiadáshoz, ami hát egy kérdezfelelet lesz, mint ezt már előbb is elmondtam az Azkabános videóban. És hát joggal kérdezhetitek, hogy ugyan mitől lesz ez karácsonyi, és mitől különkiadás. Hát, mint láthatjátok, felpakoltam ide a háttérbe egy ilyen égő sort, meg van rajtam egy ilyen nagyon idegesítően csörgő sapka, valamint még a Harry Potteres hatás kedvéért itt fogom szorongatni a kezemben a bodzapálcát. Nagyon sokan kérdeztetek, ennek örültem. Ugye kértem, hogy írjatok ilyen kreatívabb kérdéseket, ugye amikre jól tudok válaszolni. És hát írtatok is, ezt köszönöm. Jöttek jó kérdések, most azt hiszem 13-at válogattam be. Viszont sokan kérdeztetek ilyen nagyon alapkérdéseket, amik már voltak az előző kérdezfelelek videókban. Én nem várom el, hogy lássátok ti ezeket a kérdezfelelek videókat, hiszen nyilván aki rám talál, az most nem fogja megnézni az összes videómat, de aki ilyen alapkérdéseket kérdezett, ezeket majd kicsit röviden válaszolok rájuk, az most nézze meg majd az előző kettő kérdezfelelek videót, és abban akkor egy csomó mindenre válaszolok egyébként, úgyhogy akinek esetleg nem is került be a kérdése miatt, annak lehet, hogy ott van az előző kettő videóban. Na és akkor kicsit ezekbe az alapkérdésekbe belemenve, ugye, amik így nagyon gyakran előjönnek, az egyik az, hogy ki a kedvenc karakterem a Harry Potterből. Ezt már elmondtam többször is egyébként, hogy Albus Dumbledore, és azért, mert nagyon rejtélyes, és nagyon belesz egyszerűen, ahogy van stílusa egyébként, ahogy Kingsley is mondta. Úgyhogy nekem ő a kedvencem. Aztán volt még az, hogy melyik házba tartozok, ez az örök kérdés. A Pottermore-os tesztet még nem csináltam meg, illetve egyszer megcsináltam, de az régen volt. Én azt mondom magamról, hogy Mordekárba tartoznék, oda járnék szívesen, úgyhogy Mordekár. Aki ezt kérdezte, az most már tudja, hogy Mordekár. Aztán volt még olyan, hogy melyik a kedvenc legendás lényem, ez a Basiliscus, és hát kb. Ennyi. Még talán ez a hány éves vagyok, 15 éves vagyok. Tehát most már tudjátok az alapkérdésekre is a válaszokat, de ismétlem nézzétek meg az előző kettő kérdezfeleket. Úgyhogy szerintem csapjunk is bele a mostani kérdésekbe, jöttek jók, úgyhogy nézzük is. Zsombor Horváth kérdezi, hogy van házi állatotok, ha van, milyen, ha nincs, szeretnél valamilyet? Nos, van kettő házi állatunk, az egyik egy kutya, a másik pedig egy macska. Ugye a macskát azt már a live-ban azt mutattam is. Ettől függetlenül én mondjuk szívesen elfogadnék mondjuk itt a szobámba valahol egy akváriumot, egy ilyen tök jó kis akváriumot, amit így berendeznék, ilyen lenne benne mondjuk egy olyan hajóroncs, és akkor ott lennének, ha túszkálnának benne ilyen kis halak. Ugye ezzel az a probléma, hogy így mindennel együtt elég drága, tehát most így nem tudok pontos árakat, de szerintem rohadt drága lehet egy ilyen akvárium halastól, meg mindenestől. Valamint az, hogy ugye van egy macskánk, úgyhogy szerintem előbb vagy utóbb vagy egy hal lenne kihalászva az akváriumban, ugye a macska által, vagy pedig az egész így le lenne borítva, egyszer így arra jönnék haza, hogy egy ilyen tócsa van itt a földön. Úgyhogy egyelőre meg vagyok még a kutyával, meg a macskával, de egyébként olyan halakat így elfogadnám. Bence Zátonyi kérdezi, hogy miért gondoltad, hogy ezzel a témával kezdesz el videózni? Nos, szerintem ezt a második kérdezfelelekben már megválaszoltam, ugye talán még a címe is az, hogy miért kezdtem el videózni. De most így válaszolok rá még egyszer. Ugye voltam áprilisban, március végén és április elején Londonban. Az egy ilyen kicsit ilyen Harry Potteres utazás volt, tehát ilyen Harry Potteres cuccokat néztünk meg ott a fővárosban. Az igaz, hogy nem mentünk el a stúdióba, de hát az most nem lényeg. Attól függetlenül akkor így Harry Potter lázban égtem, és mikor hazajöttem, akkor így eszembe jutott, hogy nincs is ilyen csatorna Magyarországon, ami így a varázsvilágot mutatná be. És mivel én fan vagyok, érdekel a videózás, és hát meg tudnám csinálni, van hozzá képességem, ezért gondoltam, hogy belekezdek. És tehát ugye ezt láthatjátok, a bodzapálcás videó az április közepén került ki.
És hát nagyon nagy szerencsém van, azt meg kell vallani, mert ugye most van 15.600 vagy valami ilyesmi feliratkozóm, és hát ez konkrétan egy 9 vagy hány hónap, tehát nagyon rövid idő alatt összegyűlt, ami szerintem nagyon durva, tehát azért mások évekig videóznak, amíg ennyit összeszednek. És az azért meg kell említeni, hogy nem ez az első csatornám, tehát nem ezzel kezdtem el videózni, voltak nekem sokkal gagyibb csatornáim is még annak idején, amik hát természetesen nem voltak híresek egyáltalán. A lényeg az, hogy így alakult, szerencsém volt igazából ezzel a témával. Airplanet kérdezi, hogy kérdezz felőleg kérdésem, te milyen befejezést adtál volna a Harry Potternek? Nos, hát ez egy rohadt jó kérdés, és hát az az igazság, hogy szerintem azért ezen bármennyit gondolkozok, nem tudnék konkrét választ adni, tehát ez meg az az idő, amennyi most állt rendelkezésemre, ez tényleg nem túl sok, úgyhogy nem tudok konkrét választ adni. Mindenképpen olyan befejezést adnék a Harry Potternek, amit jól lehet folytatni. Ugye itt a hátam mögött láthatjátok, nem tudom mennyire takarom el, a Cursed Child-nak a kötetét. Ugye ezt nagyon sokan nem szeretik, mert tényleg nagyon megosztó lett az egész, és hát szerintem nem egy túl jó folytatás, nem túl méltó a Harry Potterhez. Azt nem mondom, hogy a mostani befejezése, ugye a hetedik rész vége, az nem jó ahhoz, hogy nem lehet folytatni jól, azt nem mondom. De hogyha én írtam volna a Harry Pottert, akkor mindenképpen egy olyat, amit tök jól lehet folytatni, mert azért ezt a franchise-t ezt nem lehet annyiba hagyni. Ugye most készül a Legendás Állatok sorozat, de az 5 film az nem lesz elég, tehát azon túl is kell még csinálni dolgokat szerintem legalábbis. Tehát a Harry Potterben nagyon sok potenciál van, úgyhogy én mindenképp úgy csináltam meg volna, hogy teljesen szabadon lehessen folytatni az egészet. Borbála nagypá kérdezi, hogy a tesztrálok látják egymást? Mert ez egy olyan kérdés, amire nincs konkrét válaszom, szóval nem tudom, hogy látják egymást. Én azt mondanám, hogy látják, hiszen az oké, hogyha az emberek azok nem látják, hogyha nem találkoztak a halállal, viszont attól függetlenül szerintem azért ők láthatják egymást, hiszen most gondoljatok be, hogyan élnének a tesztrálok ilyen csoportokba, hogyha nem látnák egymást, tehát ez totál lehetetlen. De egyébként az is lehet, hogy nem látják, ezt igazából Rowlingtól kéne megkérdezni, én azt mondanám, hogy látják egymást. Bálint Terdik kérdezi, hogy mit gondolsz Grindelwald és Dumbledore kapcsolatáról? Most az az igazság, hogy nem nagyon tudom ennek a Grindelwald-Dumbledore kapcsolatnak a hátterét. Ugye én hallottam azt, hogy ugye Rowling ezt csak azért hozta be, hogy szembe menjen ugye az ilyen homofób nézetekkel, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, tehát ez csak valószínűleg Rowling tudja. Tehát azt ki kell jelenteni, hogy nekem nincs vele problémám. Szerintem ez egy jó dolog, hogy ez meg van lépve, hogy Dumbledore meleg, ugye egy nagyon fontos karakter. És hát nem tudok ellene semmit mondani. Szerintem teljesen okés. És hát ugye ez most nem egy olyan dolog, hogy hát szerintem nem illenek össze, meg ilyesmi. Érdekes, és van benne potenciál, úgyhogy várom, hogy ebből az ilyen verszerződéses dologból még mit fog kihozni Rowling ugye a Legendás Állatok filmek következő részeiben. Daphn Arkenstone, bocsi, fogalmam sincs, hogy kell kiejteni a nevedet. Szia, az lenne a kérdésem, hogy honnan szerzed az infókat a Vidikben, és hogy azok Rowlingtól vannak-e, vagy fanmédek. Én többször is olvastam az összes könyvet, és a filmeket is láttam, de néhányra ezekből nem emlékszem. Egyébként nagyon érdekes videó lett, úgy, mint az összes többi. Nos, hát először is köszönöm szépen. Ezt nagyon sokan kérdezitek, hogy honnan szerzem az infókat, ez most igaz, volt olyan, aki már meg is vádolt, hogy ezeket én találtam ki, meg ilyenek. Ezekre nem szoktam válaszolni, mert egyrészt sok van belőlük, és nagyon nem szeretem ezeket a kérdéseket. Úgyhogy, ha ti a közeljövőben látjátok, hogy valaki ezt megkérdezni, akkor légy szíves, írjátok le neki, vagy küldjétek el neki ezt a videót. Na most elmondom mindenkinek, hogy én leginkább, ugye a videók leírásában az benne is van, hogy három forrásom van, a Harry Potter Wiki, a Pottermore, és a ugye maga a Harry Potter könyvek. Ugye a Harry Potter Wiki az azért jó, mert így összeszed minden információt egy adott dologról, viszont ez a hátránya is, hogy még olyanokat is
bele szoktak írni, amik valószínűleg, tehát hogy nem az, hogy valószínűleg, tehát nem mindig hivatalos információk is vannak a Harry Potter Wikim. És ugye a Pottermore, úgy tűnik, hogy nagyon sokan nem ismeritek ezt az oldalt, vagy én nem tudom, ez pedig hivatalos. Tehát ami ott van a Pottermore-on, például leírva mondjuk, mit tudom én, a Malfoy családról egy-két információ, az akkor úgy is van, mert azokat J.K. Rowling írta. Ugye a Pottermore-ról sok információt szedek, és az az igazság, hogy régen, a régebb videóban még nem nagyon figyeltem, hogy melyik info hivatalos, és melyik nem. Erre jó példa az, hogyha beleraktam egy videóba mondjuk egy Hogwarts Mystery-ből szedett információt, és a Hogwarts Mystery az egyáltalán nem biztos, hogy hivatalos, szóval én nem tudom, hogy ez most kánon vagy legenda, de én hallottam azt is, hogy ez nem hivatalos, úgyhogy ennek kapcsán most is szeretném nektek elmondani, hogy tervezem a régebbi videóimat újra csinálni, nem az összeset, de mondjuk például a bodzapálcás videót azt szerintem újra csinálom, vagy a Magyarország a varázsvilágban, hogy jobb minőségű videókat csinálhassak. Úgyhogy jegyezzétek meg, Pottermore, Harry Potter Wiki és maga a Harry Potter könyvek, ezeken fontos, hogy a magában a Harry Potter kötetekben is lehetnek olyan információk, amik fölött ti átsiklotok. És tehát lehet, hogy 8-szor elolvastátok, de egy-két dologra nem emlékeztek. Úgyhogy, ja, légy szíves, aki látjátok, hogy ezt kérdezi, annak küldjétek ezt el. Daniel Neubauer kérdezi, hogy lesz videót Grindelwald életével kapcsolatban? Ha igen, akkor mikor? Ez a másik visszatérő kérdés, hogy lesz-e róla, meg lesz-e róla videó. Annyit tudnatok kell, ezt már a live-on is elmondtam, meg szerintem már mozinapon is, vagy nem tudom már hogy volt, hogy én minden karakterről szeretnék videót csinálni. Tehát akiről egy pár mondatnál többet lehet beszélni, azokról mindenképp szeretnék, hiszen nekem az a célom, hogy a Harry Potter fanoknak, akik érdeklődnek a világ után, annak bemutassam a varázsvilágot. És 5 meg 10 év múlva is lesznek még olyan gyerekek, akik megszeretik a Harry Pottert, és majd ők valószínűleg rátalálnak a csatornámra, és akkor látni fogják a sok videót, úgyhogy én tényleg minden karakterről szeretnék csinálni. És ezt soha ne kérdezzétek tőlem, hogy mikor, meg egyik videóstól se kérdezzétek, hogy mikor, mert erre nincsen válasz. Tehát én például megígérhetem, hogy a következő videó az erről meg erről fog szólni, de lehet, hogy közben jön valami, és másról fog szólni. Tehát én ilyet már csináltam, nem szabad megígérgetni, hogy erről meg erről lesz videó. Annyit elmondhatok, hogy Grindelwaldról nem egy év múlva lesz, tehát pár hónapon belül biztosan fog róla is érkezni. Eszter Nagy kérdezi, hogy mit gondolsz, van olyan erős emléked, amivel patronus lehetne idézni? Hát az az igazság, hogy én nem sokra emlékszem így a múltból, tehát nekem nagyon sok minden egyébként kimaradt. Tehát például ebben a házban 4 éve lakunk, és az előző házra nem is emlékszem kb. Hogy milyen volt, pedig azért jó sok ideig laktam ott, ez most csak egy ilyen példa volt. Úgyhogy biztos, hogy van olyan emlékem, amivel lehetne, de hogy melyik, az már jobb kérdés. Ahhoz most jó sokat kéne gondolkoznom, de szerintem mondjuk ahhoz képest, hogy most nem tudok egy ilyen konkrétat sem mondani, rólam azt tudni kell, hogy én nagyon sok mindennek tudok örülni. Tehát mit tudom, hogyha valaki ad nekem egy csokit, már annak is tökre tudok örülni. És hát egy csokinál már nagyobb dolgokat is kaptam, vagy vettem részt bennük. Úgyhogy mindenképp van ilyen. Jó kérdés. Például mondjuk a 10 000 feliratkozó is lehetne olyan, hiszen nagyon örültem neki. Vagy például egy-egy utazás, például amikor Londonba mentem. Az ilyeneknél nagyon izgatott tudok lenni. Fire Red Bull Dangdhan. Bocsi, neked se tudom, hogy kell kiejteni a nevedet. Szóval, ha 2 baziliszkusz egymás szemébe néz, akkor mind a 2 meghal. Nos, ezzel kapcsolatban megpróbálom a legjobb véleményemet kifejteni. Tehát szerintem ugye a baziliszkusz szeme az úgy működik, hogy ha valaki belenéz, akkor nem abban a szent minutumban hal meg, hogy belenéz és bum, meghal, hanem úgy, hogy belenéz és mit tudom én, egy fél másodpercnyi idő szerintem eltelik. És ennyi idő alatt szerintem, hogyha 2 baziliszkusz egymás szemébe néz, akkor szerintem simán meghalhat mind a 2. Viszont hogyha úgy működik, hogy abban a szent minutumban meghal, meghal
az áldozat, amint meglátja a szemet, akkor viszont lehet, hogy csak az egyik hal meg. Ez egy elég érdekes és egyben elég hülye kérdés, szerintem, de én azt mondanám, hogy mind a kettő meghal. Flóra Bajnai kérdezi, hogy melyik színésszel találkoznál legszívesebben, én Emma Watsonnal. Nos, hát jó sok színész van, akivel szívesen találkoznék. Hogyha csak a Harry Potter számít, akkor szerintem Maggie Smith-szel, ugye, aki Meggalagont játsza. Viszont, hogyha a legendás állatok filmek is beletartoznak, akkor viszont szerintem inkább Johnny Deppel, mert én nagyon bírom Johnny Deppet, szóval mint színész szerintem zseniális, én Grindelwald karakterében is nagyon bírtam, úgyhogy Maggie Smith és Johnny Depp között így valahol, de inkább Johnny Depp. Mira Makkai kérdezi, hogy melyik Roxforti ház a kedvenced? Ugye a videó elején elmondtam, hogy mardekáros lennék, de számomra ez nem azt jelenti, hogy az a kedvencem, hiszen Rowling a Harry Potter kötetekben totálisan úgy mutatta be a mardekárt, mintha az a gonoszok háza lenne. Úgyhogy ezt emiatt egyébként nem kedvelem, mert csak a Gryffindor szerettette meg mindenkivel. Mert jó, ez tudom, hogy nem igaz, mert tudom, hogy egy csomó hollóhátas, meg hugrabúgas is van. De egyszerűen a Gryffindor és a Mardekár van előtérben, és akkor az a jó és a gonosz. Úgyhogy ezáltal nekem inkább a Gryffindor a kedvenc házam, mert ugye annak ismerjük a legjobban a klubhelyiségét, meg ott vannak a karakterek, ugye a legfontosabbak. Úgyhogy persze ezzel lehet vitatkozni, szóval most leírhatjátok, hogy ez nem így van. Tudom, hogy a többi ház is fontos, de attól függetlenül, hogy Mardekáros lennék, nekem inkább így a Gryffindor jobban tetszik. Ez nem tudom, hogy mennyire érthető, és nem tudom, mennyire ellentmondásos, de remélem okés. Nem tudom, hogy kell kimondani a nevedet, bocsánat. Szerinted Harry jól tette, hogy eltörte a bodzapálcát? Nos, ugye ezt tudnotok kell, hogy ugye a bodzapálcát Harry csak a filmekben tört el, úgyhogy a könyvekben nem így történt. Viszont ettől függetlenül szerintem az se egy rossz befejezés. Tehát én azt mondom, hogy nem értem, hogy miért kellett megváltoztatni. Talán film szempontból ez így jobban nézett ki, vagy nem tudom. De még így se értem, hogy miért kellett megváltoztatni azt, ami a könyvben volt. Viszont ettől függetlenül nekem ez is bejött, hogy eltört a bodzapálcát. Ez szerintem Harryhez méltó, tehát hogy kinézem belőle, hogy megcsinálja. Ugyanis a bodzapálca az nagyon sok problémát okozott az évek során, ugye nagyon sok varázsló meghalt miatta, úgyhogy szerintem az is egy jó befejezés, hogyha egyszerűen eltöri, elpusztítja, és akkor utána többé nem lesz belőle gond, mert például az, hogy visszarakja Dumbledore sírjába, attól még ugyanúgy bárki ellophatja onnét, szóval ez egy veszélyes befejezés is lehet, de szeretem is, meg nem is ezt az eltörős befejezést. És következik az utolsó kérdés, amit szintén egy olyan nevű ember kérdezett, akinek nem tudom kimondani a nevét, de próbálkozzunk meg, szóval Strangesten kérdezte, hogy melyiket választanád időnyerő vagy tekergő térképe, és miért? Nos, tehát a tekergő térképe szerintem egy nagyon király dolog, viszont el nem tudom képzelni, hogy mire tudnám én ezt használni. Tehát lehet, hogy van valamilyen dolog, ami most nem jut eszembe, de így a mindennapi életemben kb. Semmire nem tudnám használni. Az időnyerővel viszont jobbá tehetném a saját és mások életét is. Ugye veszélyes az idővel, főleg a múlttal babrálni, mert nagyon sok paradoxon keletkezhet. De hogyha ettől eltekintünk, én azért most nyilván nem azt csinálnám, hogy akkor megnyerem a lottót, mert azért ezekből ez tényleg nagyon megváltoztatja, de ilyen kis apróságokat szívesen megváltoztatnék, úgyhogy szerintem az időnyerőt választanám. Nos, tehát ezek voltak a kérdések, így mindent összevetve, hát remélem, hogy mindenkinek most jól telik a téli szünet, és hogy élveztétek ezt a videót is. Remélem, hogy karácsonyra kaptatok sok szép Harry Potteres ajándékot. Szóval egyébként boldog karácsony mindenkinek, meg előre is boldog új évet. Az, akinek esetleg a kérdése nem került bele a videóba, és mindenképpen meg akarja tudni, hogy mit válaszolnék rám, az először nézze meg az előző kettő részt. És ha abba sincs benne, akkor küldjön Facebook oldalamon vagy Instagramon egy üzenetet, ugye linkek a leírásban, és akkor én azt megválaszolom. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, élveztétek, és hát annyit tudok mondani, hogy találkozunk a következő videóban.
Sziasztok!